estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Megkezdte a szezont a Szolnoki Kézilabda Klub, mely hazai pályán játszotta az első találkozót, és be is gyűjtötte a 3 pontot. Célkitűzés, tervek most a műsorban. Vendégem Vitális Sándor, a klub elnöke. Szervusz, köszöntelek. Köszönöm és a lehetőséget, hogy egy év után újra itt lehetünk a Szolnok TV stúdiójában. Úgy említettem, azzal konferáltam fel, hogy elkezdődött a bajnokság, és 3 pontot sikerült is begyűjteni. 28-27-es győzelmet arattatok a Hajdúnánás csapata felett. Egy kicsit erről a találkozóról, aztán meg majd arról, hogy mi történt a nyáron. Milyen volt ez a szezonnyitó találkozó? Hát ugye augusztus első hetében kezdtük a felkészülést, tehát gyakorlatilag másfél hónapunk volt a felkészülésre az első bajnoki mérkőzés előtt. Persze mindenki nagy izgalommal várta a mérkőzést. Az elején egy kicsit még látszódott és érezhető volt azért a úgymond még az összeszokottság hiánya, hiszen 8 új játékost igazoltunk az MB2-es gárdába, tehát igen, komolyan kicserélődött a csapat. De szerencsére hamar megtaláltuk az összhangot, és a végén egy kicsit úgymond drámai küzdelemben, de egy góllal sikerült itthon tartanunk a 2 pontot. A félidőben 16-13-ra vezettetek 3 góllal, ami egy félidőben azért azt mondhatjuk, hogy jó különbség, a végére viszont csak egy lett, de talán inkább az lehetett a rosszabb, hogyha azt nézzük, hogy végül is kevesebbet, csak 12 gólt, idézőjelben csak 12 gólt lőttetek a második félidőben. Mi történt akkor igen, a csapattal? Hát előjött a szokásos ilyen szolnoki második félidő szindrómánk, pedig még beszéltünk is róla a szünetben, hogy most figyeljünk oda, mert ilyenkor szokott előfordulni, egy kicsit így gödörbe kerül a csapat. Én ugye erre szoktam azt mondani, hogy arra kell ilyenkor, tehát nincs ilyen, hogy tehát nincs minden csapatnál ez előfordul, erre kell ilyenkor koncentrálni, hogy ez a lejtmenet, ez minél rövidebb ideig tartson. Hát sajnos nálunk a második félidő második felére érkezett el, de a végére sikerült egy időkérés után rendeznünk a sorokat, és megtartottuk a 2 pontot. Mit jelent ez a győzelem? Ellenfél az milyen volt? A Hajdúnánás, hova lehet őket sorolni a mezőnyben? A Hajdúnánás a tavalyi szezonban a középmezőnyben végzett, ugye az északkeleti csoportban. Ugye itt kell elmondanunk, hogy ugye még tavaly a déli csoportban, tehát ugye, úgymond a Budapest és környékén játszottunk. Ugye az idei besorolás szerint, tehát MB2-be az északkeleti csoportba kerültünk, ami azt jelenti, hogy az idegenbeli mérkőzéseken igen nagy távolságokra kell majd utaznunk, hiszen Kisvárdára, Tiszavasváriba vagy akár még Kozinc-Balcikára is útra kell, hogy kelljünk. És hát erősségileg milyen csapatok közé került a Szolnok? Ugye most mérjük fel a terepet, ugye gyűjtjük be az információkat, de a beszerzett információk alapján az északkeleti csoport ez lényegesen keményebb. Tehát nem durvább, hanem keményebb csoport, mint a tavalyi a déli csoport volt. Most, hogyha egy kicsit már szóba szed a tavalyit, akkor pont a felvétel előtt beszélgettünk, hogy tavaly 16 pontot gyűjtöttetek, ami igazából a mezőny vége részére volt elegendő, de más csoportokhoz képest meg alig-alig gyűjtöttek ennyi pontot azok, akik a végén voltak. Igen, tavaly elég faramuci volt a helyzet. Ugye az utolsó bajnoki forduló előtt, hogyha az utolsó bajnoki mérkőzésen, az, ami egy szomszédvár rangadó volt, az Abony ellen, akkor nyerni tudtunk volna, akkor a 7. helyen végzünk. Tehát annyira szoros volt a tavalyi mezőny, hogy 2 pont az 4 helyezést ért. Na és akkor egy picit a nyárról is, mert itt félszóval említetted, hogy a keret azért jelentősen átalakult. Érkezők, távozók, hogy alakult a csapat? Igen, ugye felvettük a nyáron a kapcsolatot több játékossal itt, és azt tudom mondani, hogy szinte mindenki igent mondott a hívószóra ismét, mint ahogy ez tavaly is történt. Gyakorlatilag úgy tudom mondani, hogy 5 játékost igazoltunk Törökszent Miklósról a Székás csapatából, illetve 3 játékost a Abony csapatából. Hát ha már megvertek őket, akkor el is hoztuk a 3 legjobb játékosukat, úgyhogy idéntől már a mi színeinkben ontják a gólokat, remélhetőleg. Mi volt az, ami fő szempont volt a keret kialakítása során így a nyáron? Ugye megnéztük a saját statisztikánkat, és ugye szembeötlő volt, hogy nagyon-nagyon sok gólt kaptunk. Ez ugye nem csak a kapusokon múlik, hanem a védőjátékosokon, és így az volt az elsődleges a szempont, hogy védekezésben erősödjünk mindenképpen. És ezt az erősséget én úgy érzem, hogy a Szőlősi Balázs meg a Gál Dani személyében meg is találtuk. Ez már érezhető volt a szombati mérkőzésen is. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy az első fél időben kapott 13 gól, a másodikban kapott 14, az talán azért egy stabil védekezést tud mutatni. Így van, hát nem voltunk 30 gól fölött, igen. Ez már azt jelenti, hogy keményedik a védekezésünk. Mi az a kép, amit szeretnétek látni a csapattól? Milyen játékot akartok látni a csapattól? Hogyan teljesítsenek? Mi legyen a fő erény?
Nagyon nagy reményeket fűzünk azért ehhez a szezonhoz, hiszen, ahogy mondtam, ugye 8 új játékosunk van, ráadásul ugye ebből 3 olyan játékos, aki tavaly még NB1-ben játszott, tehát tőlük mindenképpen színvonalbeli javulást várunk, ugye nem csak védekezésben, hanem lerohanásban, támadásban is. Sokan ott, akik így kívülről szemlélik, azt mondják, hogy olyan dobogó közelbe várható a csapat, de azért mi ennél pessimistábbak vagyunk. Mi szeretnénk ott azért a stabil 5. helyig. Persze én csak annak örülök, hogyha minél magasabb helyezést érünk el, de olyan gördülő tervezésben vagyunk, meglátjuk majd közben, hogy alakul. Az sem egy egyszerű feladat, hogyha 8 új játékos érkezik egy csapathoz, hogy azokat beépítse a vezetőedző, de akár az is, hogy egy közösség kialakuljon ennyi idő alatt. Hogy áll most a csapatépítés, mennyire alakult ki a közösség a csapaton belül, mennyire egy csapat a csapat, pályán kívül is? Az a szerencsénk, hogy az összes játékost, akit igazoltunk, ugye mindenkit ismerünk, ugye mindenki játszott itt már mindenkivel. Tehát most is azért próbáltuk azt a szempontot szem előtt tartani, hogy a Szolnok és környékéről igazoljunk. Gyakorlatilag egyedül azt tudom mondani, hogy a Vikor Feri, ugye a kapust, aki szintén a Székásból igazoltunk, ő szegedi származású. Meg most is azt tudom mondani, hogy minden játékos, vagy szolnoki lakos, vagy szolnoki dolgozó, vagy a iskolába jár Szolnokra, tehát valamilyen szinten kötődése van Szolnokhoz. Tehát ebből adódóan ugye itt ismer mindenki mindenkit. Ugye pályáról is, meg a magánéletből is. Így, hogy ugye az észak-keleti csoportban vagyunk, így meg a hosszú utak során, ezért Kisvárdáig oda-vissza lesz időnk a csapatot összekovácsolni. Ami nagyon fontos lehet egy felnőtt klub életében, hogy van-e utánpótlás, aki kopogtat az ajtón, és próbálná berúgni azt az ajtót, hogy itt vagyok én is, játszanék. Igen, természetesen. Tehát, ahogy mondtam, hogy a 8 játékost említettem, hogy 5-öt a Székácsból, a Török Szent Miklósról, ebből 2 ifjistakorú játékos, tehát a Halász Patrik és a Snettel Krisztián. Ők ugye, tehát tavaly már ott voltak az NB1-B-s csapatban is, tehát ők már ott kopogtatnak a felnőtt keretben. Mind ahogy holnap ugye Magyar Kupa mérkőzésünk lesz, és a fiatalok is reméljük, hogy szóhoz jutnak majd. Ki lesz az ellenfél a Magyar Kupa mérkőzésen? Holnap a Vecsés csapatával játszunk. Ugye a Vecsés csapatáról azt kell tudni, hogy ők tavaly NB1-ben játszottak, tehát ők végig játszottak egy NB1-es bajnokságot. Igaz, hogy 24 mérkőzésben 24 vereségük volt, de helyt álltak végig. Délelőtt beszéltem a Vecsés vezetőjével, teljesen megújították a csapatot, tehát ugye egy kiesés után azért új alapokra kellett helyezni, de úgy érzi, hogy együtt van a csapat, tehát ők mindenképpen nyerni jönnek. Mi meg bízunk benne, hogy ha már így sikerült egy kupába egy erősebb ellenfelet kifognunk, akkor reméljük, hogy egy jó mérkőzés, ugye sérülésmentes, lendületes, gyors mérkőzést tudunk játszani, és bízunk benne, hogy minél többen kilátogatnak majd a Tisza Virág Arénába. Igen, és mi a cél a Magyar Kupával? Nyilvánvalóan azért reálisan kell a talajon állni. Mire használja föl a csapat ezeket a kupameccseket? Menetelne, vagy a csapatépítésben egy fontos pont? Ez mindenképp a csapatépítésben egy fontos pont. Ugye igaz, hogy az alapozás közben játszottunk edzőmérkőzéseket, de olyan csapatok ellen játszottunk, akiket ismertünk. Tehát ugye környékbeli, ugye Kunszent Márton, vagy a Török Szent Miklós, vagy Turkeve csapatával, őket ugye már ismerik oda-vissza. Viszont a Vecsésen még ugye soha nem játszottunk, és ilyenkor szokott ugye úgy alakulni, hogy egy csapat vagy nagyon jó meccset játszik, vagy tragédia. Hát mi abban bízunk, hogy ez holnap egy jó mérkőzés lesz. És hát olyan sok idő a pihenésre nincs is, mert hétvégén a Deachoz látogat a Szolnoki együttes. Így van, igen, ugye szombaton Debrecenben játszunk. Ugye a Debrecenről azt kell tudni, hogy ők tavaly is NB1-bések voltak, tehát ők idén kiestek, de ahogy itt a híreket hallottuk, ők csak úgy tervezik, hogy átutazóban vannak az NB2-ben, tehát ők szeretnék megnyerni a bajnokságot. Úgyhogy az utazás mellett a nadrágatját is fel kell kötni, mert azért Debrecen az Debrecen. Hát a bajnokságot nyilván minden csapat meg akar élni, talán a Szolnok is, de tényleg a realitás talaján maradva. Mi az, amivel, hogyha mondjuk eltelik az a 9 hónap, amíg tart a szezon, mi az, amivel elégedetlennél a szezon végén? Én, ha 5 vagy annál bejebb vagyunk, akkor maximálisan elégedett vagyok. Illetve ugye, ha már fiatalokról szólt, eltettünk, én azt is szeretném, hogy itt tényleg a menet közben ugye 22 mérkőzést játszunk, hogy azért szépen fokozatosan a fiatalok is szóhoz jussanak, mert hiszen itt minden felnőtt játékost, főleg ugye aki az idősebb játékosok, ugye tisztában vannak benne, hogy ők gyakorlatilag azért vannak, hogy úgymond kikaparják a gesztenyét a fiataloknak. A fiataljaink meg, ők is gőzerővel dolgoznak másfél hónapja, közel 40 edzést
csináltak augusztusban, úgyhogy már nagyon várják, hogy megmutassák a tudásukat. Tehát cél, hogy minél több fiatal legyen a parketten, de talán az is cél, hogy minél több néző legyen a lelátón. Így van, hát erre számítunk, hogy ugye most így, hogy elkezdődött a bajnokság, minél többen kilátogatnak hozzánk az arénába, mert ugye tavalyi szezonban is volt azért, amikor igencsak meglepődtünk, sőt a játékosok egy kicsit így össze is rezzentek, hogy húha, ennyi emberről, de azért még nem játszottam. Tehát igen, azt szeretnénk, hogyha újra megtelne a kézlabda csarnok, ugye a kézlabda aréna kézlabda szurkolókkal. Hát bízom benne, hogy ez így lesz. Én jó szezont kívánok, sikeres szezont kívánok, és hát akkor azt is, hogy érjétek el ezt a létszám növekedést is a nézőtéren. Köszönöm szépen, nagyon hogy itt voltál. Köszönjük szépen. Kedves nézők, folytatjuk tovább, maradunk a sportnál, de egy kicsit sportágat váltunk, a labda is marad, háló is lesz, csak más formában, röplabdával megyünk tovább. Ahogyan az előbb hallhatták, a kézilabdázók már megkezdték a szezont, a röplabdázóink viszont még nem. Hamarosan azonban ők is tétmérkőzéssel lépnek majd pályára. Gulyás Ferenc vezetőedző a vendégem, szervusz, köszöntelek a stúdióban. Számotokra még mondjuk úgy, hogy az előszezon az, ami tart. Kezdjünk azzal, hogy mi történt a csapattal a nyári szünetben, hogyan alakult a keret? Hát hál' Istennek valamilyen szinten tudtunk erősödni. Ugye Gönc Émi visszatért hozzánk Kecskemétre, Bíró Bence, vagy Kecskemétről, Bíró Bence visszajött Győrből, és akkor Guzmics Iszi, ő is játszott ugye két évvel nálunk, ő is visszajött Székesférvárról. Plusz még a Galovisz Lacit és a Jacsó Gabit igazoltuk, még itt NB2-be játszottak, tavaly olyan Szolnokot képviselték, de ugye most úgy döntöttek, hogy megpróbálnak NB1-be is. Úgyhogy ők még jöttek azokhoz a fiatalokhoz igazából, akit hál' Istennek meg tudtunk tartani szinte mindenkit. Ugye Farkas Robit van, Borszabi, tehát ezeket a fiatalokat ugye itt tudtuk tartani. Így kiegészültünk még ezekkel a rutinos játékosokkal, vagy rutinosabb játékosokkal, ugye így sem túl koros a csapatunk, tehát 22 évig is. Sosem volt jellemző. Így van, tehát így is ilyen 20-22 éves fiatalokból állunk, hála Istennek, úgyhogy úgy gondolom, hogy erősödtünk. Már ugye elkezdtük az alapozásokat már egy jó 3 hete, úgyhogy elég komoly munkát végeztünk eddig. Most sikerült részt vennünk egy tornán Dunai városban, a 100 Antal emléktornán. 4 csapat volt, ugye a Pénzügyőr, a Komárnó és a Dunai város és mi. Hát a Pénzügyőr és a Komárnó az egy brutális erős csapat lesz idén. Tehát most már jól látható, hogy Magyarországon is a férfi vonalon is elkezdődött ez a külföldieket hozunk is. És minden csapatban, az első 7 csapatban, hogy számoltam, mindenhol, minden csapatban 2-3 külföldi most már lesz. Úgyhogy ugye most maradunk majd mi, a Dunajváros is megerősödött, ő is a Mészáros Dömötört oda vitte, plusz a Változ Liberóját, ha ott nevelkedett Gepárd Áront vissza tudták vinni, úgyhogy, és ott is elég ügyes fiatalok vannak, úgyhogy elég küzdelmes lesz ez az év, én úgy látom. De azért az igazolásokból is látszik, ugye Gönc Imrét talán mondhatjuk a legnagyobb névnek, akit sikerült úgymond visszaigazolni, de ebből is látszik, hogy a Szolnok viszont nem megy el ebbe az irányba, hogy külföldiekkel szeretne semmiképpen játszani. Semmiképpen sem. Mi mindenképpen maradunk a Szolnoki utánpótlás felé. Annyi, hogy még a Tarsza Bolcs, egy budapesti fiú, ő jön még hozzánk, ugye MAFS-nál játszott és nem kapott elég lehetőséget, ugye sok most már külföldiek kitolják ezeket a fiatalokat, a tehetséges fiatalokat, úgyhogy ő is úgy döntött, hogy lejön ide hozzánk Szolnokra, egy héten 3-4-szer lejár edzésre, plusz a mérkőzéseket bevállalta. Úgyhogy ő is azért egy rutinos játékos, ahhoz képest, hogy 22 éves, de azért ő is erősítette a csapatunkat. Nekünk mindenképpen az a cél, ami eddig is volt, elsősorban szolnoki fiatalokat, ha már nevelünk, és sok-sok pénzt rájuk öltünk, akkor próbáljuk itt tartani őket, és képviseljük a Szolnokot. Nekem ez a meglátásom, és ezért dolgozunk. Lehet, hogy így sokkal nehezebb, nem a könnyebbik utat választjuk, a pénzgyűjtésből meg az a nehezebbiket, de így talán nekünk is könnyebb abból a szempontból egyébként, hogy ezek a fiatalok, ha itt maradnak családi közegben, itt tudjuk tartani őket, itt tudnak majd dolgozni, miután ugye profi csapatot mi nem nagyon tudunk felállítani, mert nincs meg az anyagi lehetőségeink. Viszont úgy gondolom, hogy így, hogy egy játékost, ha figyelembe veszünk, hogy felneveljük 18-19 éves koráig, utána nehogy Isten tud egy munkahelyet szerezni Szolnokon, akkor utána még egy jó csapatban, NB1-es csapatban és jó csapatban tud játszani, megvan a lehetősége. És nem kell abba hagyni, vagy éppen elutazni más városban, elhagyni a családot. Én úgy gondolom, hogy ez így, meg nekünk is egyszerűbb, tehát mi ezt felé megyünk. És hát ennek a koncepciónak, ennek a stratégiának, elvnek azért olyan eredménye is van,
hogy a nyáron is aratott egy sikert a csapat a holt szezonban, mert ugye papíron az előző szezonban kiesett, azonban mégis folytathatja az első osztályban ezt, hát, hogy sikerült elérni. Hát ez úgy, hogy rengeteget dolgoztunk eddig, ugye az, hogy ezek a pont, ezek a fiatalok, akikről most beszélünk, és már 18-19 éves korosztályal NBA-be játszanak, vagy sőt, van olyan játékos, amikor 17 éves és már NBA-be tud játszani, valószínűleg ezek ügyes játékosok, és ezt látja a szövetség, hogyha mi kiesünk ebből a NBA-es körből, és elveszítjük az utánpótlást, mint Szolnok, akkor egy nagyon értékes bázist veszít el a röplabda szempontjából, ugye tehát a szövetség, úgyhogy tényleg a Ludwig Zsolt igaz, hogy szolnoki, és ő ugye a szövetségben egyik legnagyobb emberünk ott ebből a szempontból. Az első telefonra és az első beszélgetésre azt mondta, hogy nem kérdés, hogy a Szolnok NB1-es maradjon. Tudják, hogy milyen fontos ez a szövetség számára is, a röplabda számára is. Ugyanis mi 15 éve mondhatom azt, hogy folyamatosan az összes korosztályunk, ugye a serdülő, az ifi, a junior, mind a döntőbe szerepel, és jobbnál jobb eredményeket érünk el. És az annak köszönhető, ugye, akik itt dolgoznak utánpótlásban, Bodonyi Ákos, Ilyes Gábor, és még hadd ne soroljam, hány edzőnk van most már, ezek mind rengeteg munkát, energiát fetszelnek bele abba, hogy ezekből a fiatalokból tényleg élet jó játékosok legyenek. Úgyhogy, amint mondtam, nem volt kérdés a szövetség számára, ők egyből úgy döntöttek, hogy akkor, amit mi még a Benerobi korosztályával csináltunk, ugye, hogy, és még ugye én is akkor még a szövetség egyik alkalmazottja voltam, hogy beállítottuk a serdülő, meg még a ifi és a junior korosztályt is az NB1-es létszámba. Nem csak azért, hogy növeljük a létszámot NB1-ben, hanem azért is, hogy ezek a tehetséges játékosok, akik ugye a váltottban szerepelnek, minél erősebb mérkőzéseken vegyenek részt. És mondhatom azt, hogy egy meccsen múlott az, hogy akkor ugye az a korosztályunk nem jutott be az Európa-bajnokságra, ami egy óriási szó lett volna. De ugye valószínűleg annak köszönhető volt, hogy rengeteget játszott együtt a csapat, mint válogatott játékos. Ezt most ugye ezáltal, hogy jött ez a változás itt számunkra, egyből már ezt is tették be, hogy akkor jó, semmi gond, akkor betesszük a két válogatottat, ugye egyiket a Bodonyi Ákos viszi, a másikat a Tomamoci Tibi viszi, a U17 és a U20-at, vagy a U18 és a U21-et, és akkor így egyből már megnövelték a létszámot. Közben persze jött egy olyan kis bak is, hogy a Győr viszont visszalépett. Ugye velük rengeteget kommunikáltam ettől függetlenül, hogy tényleg, hogy tudtok, mert ott láttam a játék. Igen, ott láttam a problémát a Pécsen, ugye bajnokság közben, láttam a problémát Győrben. Folyamatosan tartottam a edzőkkel a kapcsolatot, hogy most tényleg elinduljak az felé, hogy így mondva a röplabdáért lobbizni, hogy a Szolnok bemaradjon egybe-egybe. Indulunk. És akkor a utolsó előtti nap, vagy utolsó nap mégis üntöttek, hogy nem, de hát így. Ettől függetlenül úgy döntött a szövetség, hogy maradnak a gyerekek, a fiatalok, ugye mint egyrészt mi is, más is, meg ugye ezek a váltott játékosok többet tudnak együtt dolgozni, együtt szerepelni, és valószínűleg sikeresebbek is lesznek, ha hosszabb távot figyelünk. Mi az, amit a tavalyi évben úgymond edzőként, vezetőként tanultál a tavalyi szezonban, és abból kiindulva mi az, amit esetleg máshogy kell csinálni az idén? Hát eléggé meg van kötve a kezünk, azért azt tudni kell, tehát itt anyagi határaink megvannak, tehát nekünk nem úgy, mint más egyesületeknél, akár röplabdában, vagy akár más sportágban. Most valószínűleg Kaposvárnak nem jelent problémát bármit változtatni a dolgaikon, mert 150 milliós költségvetéssel, a Barcika is egy 150 milliós költségvetéssel, tehát az első 7 csapat az 100 milliós költségvetéssel dolgoznak. Nálunk ugye ez nem működik, nagyon kevés a pénz. Elsősorban ugye rá vagyunk szorulva, zárójelben mondom, tavaly nagyon rá voltam szorulva a 17-18-19 éves fiúkra. Ezt nagyon brutálisan megsínettük. Nem csak eredményesség szempontjából, mert ugye mondhatom, hogy egy meccsen múlott, sőt, igen, két ponton múlott az, hogy most a Dunajvárosi esik ki NB1-ből. Ők ugyanezt a oldalt képviselik, amit mi, vagy pedig mi maradunk bent, tehát nem lehetett tudni, hogy ki esik ki, ki marad bent. Utolsó mérkőzésnek a 5. szettjébe dönt el, 15-13 lett akkor is, tehát két ponton múlott az, hogy most ki tud tovább lépni, és ki jut bent, vagy ki esik ki. Amit megtanultam, hogy hát ezt tudtuk is, vagy sejtettük is, hogy ennyire fiatal játékosokkal ezt a NB1-et azért nagyon-nagyon küzdelmes végigjátszani. Hát bocsánat, főleg úgy, hogy ők azért több fronton is helyt kellett, hogy hát álljanak, nem csak az első osztályban. Pont ezt akartam mondani, hogy ezek a gyerekek serdülő, ifi, junior és felnőtt. Van olyan játékos, aki közel 80 mérkőzést játszott, például itt a Borszabi, aki elejétől végig-végig játszotta a bajnokságot.
vagy éppen egy Szolyván Kevin, ő is, mint feladó, 17 évesen végigjátszott ezt az összes mérkőzést, plusz még a váltottban is teljesítenek, mert ugye a Borszabi az váltott korosztályban is ott van, és egyik legjobb játékos ott is, úgyhogy ezt mindenképpen nekünk idén már úgy próbáltunk harcolni mindennel kapcsolatban, hogy ezt nem szabad még egyszer megcsinálni, mert ez nem vezet jó útra. Egyrészt a gyerekeket sem szabad széthajtani, szétharcolni velük ezt a kiégetni ezt a mérkőzést, mást is meg nekünk sem jó azt, hogy itt ezt szenvedjük végig azt, hogy ezek a fiúk hiába a jó indulatok és hiába megtesznek mindent, fejben nincsenek ott. Tehát abból is nagyon sokat küzdünk most, hogy időben odaérjen. Hogy úgy, ahogy meg van beszélve, úgy jöjjön oda a mérkőzésre. Tehát egyrészt nem is szabad még elvárni tőlük, még ha nagyon is szeretnénk, akkor sem. Tehát igaz, hogy ez nekik majd vissza fog jönni valamikor, tehát biztos, hogy ezzel ők előbb le fognak lépni, viszont ez nem ez a útja módja. Úgyhogy azért próbáltunk most egy kicsit erősíteni, egy kicsit több játékost összeszedni, edzéseken is jobban tudjunk dolgozni. Én úgy gondolom, hogy ennek most idén azért meg lesz a hatása, attól függetlenül, hogy nagyon-nagyon megerősödött most ez a NB1. Ugye ahol nem fértek be a játékosok, mert külföldi érkezett, az már egyből keresztre utat, hogy hol tudod játszani. A következő csapatba ment le. Így van, és akkor ugye a jobb játékosok, akik már nem bírnak mondjuk heti 7-6-7 edzést, mert dolgozni kell, és az mellett jár el, azok szépen lejöttek ide az aljára. Így mondom, zárjába aljára, vagy éppen közepe, és akkor ott szépen ők még elröpadák, azok kis rutinus jó játékosok van szó, csak nem bír egy brazillal, vagy éppen egy kínai játékossal fölvenni a versenyt, vagy éppen egy szerver, vagy szerbel, vagy bármilyen más nemzetiséggel, hanem lejön itt is, itt harcolunk egymással. Úgyhogy nekünk ebből a szempontból megint nehéz lett, vagy nehezebb lett, mert ugye hiába osztunk ide jó játékosokat, akik visszajöttek hozzánk, és ugye mi neveltük őket, megint szembe találjuk magunkat ugyanazokkal a extra játékosokkal, ugye, akik 2 évvel ezelőtt ott szintén csúcson voltak. Magasabb. Ugye miénk még nem, de ők már csúcson voltak, ugye ezek szépen jövögetnek le. De nincs ebben baj, hát így a röplabda színvonalasabb lesz. Ezek a fiatalok, akik nálunk vannak, jobban megtanulják, hogy azt, hogy miért és hogy kell küzdeni. Úgyhogy ez benne van ebben a játékban, nincs ebben semmi baj. Most egy kicsit ugye nyugodtabb vagyok abból a szempontból, hogy jobb csapatot fogunk tudni felállítani, és úgy gondolom a nézők számára is élvezetesebb lesz a mérkőzés. Reméljük, végezetül pedig akkor annyi, hogy mikor láthatják a nézők először tét mérkőzésen a csapatot, hogy alakul a menetrend? Hát októberben kezdünk 5-én, ott megyünk, utazunk, a váltott eljátszunk a U18-as kerettel, utána játszunk majd a Dunajvárossal, a Magyar Kupa, és utána ez egy hétköznapi, azt hiszem csütörtöki nap, és már vasárnap játszunk majd megint a Dunajvárossal. Úgyhogy, az már itthoni mérkőzés lesz? Igen, azokat már itthon játszunk, úgyhogy ezekre készülünk. Ugye itt a tornán is láttam, hogy mik a hiányosságok, ezeket most megpróbáljuk még erre a 3-4 hét alatt rendbe tenni. Valószínűleg ugye a válogatott csapat az nem lesz nekünk nagy gond, úgyhogy ezt mindenképpen meg kell verni. Viszont addig nekünk teljesen topon kell lenni, hogy mindenki a megfelelő pozícióját tudja, hol a helye, stb. Tehát ezek már ugye taktikai dolgok, ezeket összeállítjuk, és úgy gondolom, hogy egy jó kis bajnokságban nézünk el, jó bajnokság nézünk elé. A Dunajváros pedig egy igazi erőfelmérő lesz. Hát ez így van. Sok sikert kívánok a szezonhoz. Köszönjük szépen. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm én is. A kedves nézőknek pedig a figyelmet köszönöm. Ezzel a műsorral legközelebb holnap is találkozhatnak ugyanebben az időben. Viszontlátásra! A stúdió díszletét biztosította Demény Gabriella, Powerpol textilszobrász, oktató, ökodizájner.